Kalasnyikovoknál megszoktuk, hogy általában ezzel a 762x39-es 43 mintájú gépkarab élőszerrel működnek. Azonban az előttünk levő fegyver ez kicsit furcsa, főleg a tár miatt. Ez az amerikai 223 Remington, avagy 556x45 NATO lőszerrel működik. Ez a tár egyébként egy magyar NGM gépkarabélynak a tárja, kicsit módosítva, mert ez a fegyver ez gyárilag ez a 10 lőszeres műanyagtestű tárral érkezik. Amint a szétszedett felvételekből majd látszik, belül semmiben nem különbözik egy normál Kalasnyikovtól, ugyanaz a forgószárfejes gázlogattyús gázelvételes rendszer. Ami különbség, ha bele tudunk nézni, ahogy a csőbe a furat sokkal kisebb. A kezelőszervek is teljesen a megszokottak. Van ez a közepesen ergonomikus tárkioldó, van ez a csöndben működtethető biztosító, ilyen esetben sajnos ez is csak két állású, a középső állás lenne a sorozat. Azonban van ezen egy extra, ez a kis bigyó, amely kezelőszerv a zárnak a manuális hátraakasztására szolgál. Ha benyomjuk, akkor a zár ebben a helyzetben megáll. Kalasnyikov több mint 50 éves fejlesztése során nem sikerült eljutni addig, hogy a tár kiürülésekor akadjon ez a történet hátra. De valami szárakasztójuk van, vagy zárakasztójuk. Ami mégsem szokásos ezen a fegyverem, hogy nem egy alapkiépítéssel van dolgunk, hanem számos extrát felraktak rá. Például egy pisztolymarkolatot, egy állítható, pofadékos és hosszúságú áttámaszt, amirású gumitalppal van ellátva. Van rajta egy szerelégsínes előagy, amire egy pisztolymarkolat került, amely egyben bipod is, ezt hívják grip podnak. Az eredeti orosz szerelégsín, amit infrabaknak neveznek, nagyjából semmire se használható, ezer éve elavult, ehelyett erre a fegyverre egy masszív alumínium szerelégsín került, picatinny sínnel. Ezen masszív szerelégsínnek apró hátránya, hogy a tokfedelet ugyan le lehet szedni, de az árat már nem lehet kiszedni a fegyverből, nem is baj, a kalasnyikovot nem kell túlzottan takarítani. Fegyveren is láthatjuk az AK-74-ről már megszokott, kicsit furcsa kialakítású, de igen hatékony csőszájféket, amely lecsavarozható. És ekkor előttünk van a feltűnően kisméretű csőtorkolat. Váltám az egyébként hátrarúgás csillapító rúgózással ellátott. Akkor azt láttam. Most azt tatom meg, hogy mennyire kicsi a hátrarúgása, ezért egy kézzel löveg vele, mintha egy pisztoly lenne. Egy hülye elkezdte az egykezes lövészetet, és mindenki másolja. Méter, öt lövés, feltámasztásból állva. Keretében, céljából. A gyári tár adogató ajka, olyan, mintha bicskával faragták volna. Ráadásul még ilyen kis sorjás is. Bármikor könnyen módosítható. Tapasztalható, hogy a csőszerfék milyen hatékony, nagyon nagy a gáznyomás, ami oldalra hat. Ezt most úgy fogjuk szemléltetni, hogy rátettünk egy lőszeres dobozt. De nincs benne lőszer. Az 556-os Kalasnyikov, az egy nemzetközi világnyelv, az amerikaiak és a tálibok is megértik.